A Szerelmes Shakespeare című darab premierjét április 5-én tartották meg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Tom Stoppard és Mark Norman eredetileg filmre írott szövegkönyvéből Lee Hall készített színházi adaptációt. A mindent elsöprő szerelem mellett a színházi alkotómunka buktatóiról és nehézségeiről is sokat eláruló előadást Pataki András, a színház művészeti vezetője rendezte. Az vagy nekem mi, testem, a kenyér. Az vagy nekem mi, testem, a kenyér. A Szerelmes Shakespeare története a 20. század legvégén született. A cselekménye Rómeó és Júlia című tragédia megszületése köré épül, és a sikeres drámaszerző William Shakespeare magánéletének egy elképzelt szálát kelti életre úgy, hogy bemutatja közben a színház csinálás korabeli akadályait, az erkölcsi fékeket, a bornírt előítéletek romboló természetét. Tom Stoppard és Mark Norman történetéből 1998-ban John Madden forgatott 7 Oscar-díjjal jutalmazott filmet. A színházra adaptált változat Lee Hall nevéhez fűződik. A darab rendezőjével, Pataki András művészeti vezetővel azokról az okokról beszélgettünk, amelyek a színházak számára is érdekessé tették a történetet. Legfontosabb ok Shakespeare személye maga, hiszen Shakespeare egy drámai irodalomban megkerülhetetlen, biztos, hogy a top 3-ban, hanem a legelső ott lévő szerző. Tehát nyilván ilyen módon a drámaíró Shakespeare mindenképpen érdemes arra, hogy színpadi vonatkozásokban legyen valami története, utóélete ennek a filmnek. A filmet annak idején én is láttam, nagyon kedveltem, és kedves gegnek tartottam magát az alapötletet is, és egy nagyon, nagyon szép film kerekedett belőle egy fiktív történettel. Az előadás alaposan körbejárja az Erzsébet-kori színház csinálás összes buktatóját, és mindezt úgy, hogy a néző figyelmét a mai kor hasonló gondjaira is ráirányítja. A darab óhatatlanul szól arról, hogy az alkotás folyamataiban milyen fajta zökkenők adódhatnak. Ha visszagondolok fiatalabb koromra, akkor mondjuk nehezebben vettem ezeket a kihívásokat, tehát amikor valami rendkívüli dolog jött közbe, vagy valami nem stimmelt, akkor arra megpróbáltunk határozott válaszokat keresni és találni, és nyugtalanítólag hatott rám, hogyha mondjuk elmaradt egy előadás. Most a Covid óta, hát Covid előtt, hogyha elmaradt egy előadás, akkor ugye hülyét kaptunk. A Covidban elmaradt több száz előadás, meg se rezzentünk már a végén tőle, tehát egy új időszakot élek én magam is. Türelemre is tanított ez talán bennünket, meg arra a képességre, hogy észrevegyük, hogy ami nekünk megkerülhetetlenül fontos, az egy ezen a területen nem dolgozó embernek semmiség. Úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy az, ami a mi életünket teljes mértékben áthatja, és amiről mi azt gondoljuk, hogy fontos, hogy ezt más is ugyanígy gondolja. Egy kicsit talán helyére is kerülnek ilyen módon dolgok, meg talán egy kicsit nagyobb is a türelem bennem is a furcsa helyzetek iránt. Egy kihívás azért van benne, hogy az ember ne szokjon annyira hozzá a rendhagyó helyzetekhez, hogy feladja a művészi színvonalát. Nem fény a fény, ha Szilviát nem látod. Nem víg a vígság, ha Szilvia nincs. A képzeletem fel nem támad erre, s finom árnyával nem ad enni nékem. Ha nem Szilviával töltöm az éjt, a fülemüle dala nem repes. Ha nem láthatom nappal Szilviát, nincs semmi, amit néznem érdemes. Hol tanultad ezt? A színházban, uram. Egész Londonban nincs olyan színház, ahol ilyen hitelesen mondják a verseimet. Az előadásból megismerhetjük azokat a képtelenségeket, hogy a férfiak alakítanak női szerepeket, és hogy a nők be sem tehetik a lábukat a színházba.
A címszerepet alakító Koltai Nagy Balázs szerint is számos, máig ható, aktuális gond merül föl a színházi előadások létrehozói körében. A szerelmes Shakespeare egyrészt mesél Erzsébet királynő Angliájáról és annak színjátszásáról, és emellett hűképet fest egy Jenny születésének stációiról, mindenek előtt arról, hogy miként inspirálja a szerelem a művészetet. Ez egy olyan fiktív szál, ami Shakespeare életének egy apró részét mutatja be, ami igazából bármilyen lehetne, a szerzők így írták meg. Az én feladatom pedig szakmából kifolyólag az, hogy minél többet megvalósítsak a leírtakból, és megpróbáljam életre kelteni ezt a Shakespeare-t, aki szerelmes. Koltai Nagy szerint is számos aktuális kérdést vet fel a darab a színházak mai nehézségeiről. Nem véletlenül léteznek ezek a bizonyos örökzöldek, és most nem feltétlen a szerelmes Shakespeare-re gondolok, hanem a Shakespeare művekre, amiket a nagymester megírt, vagy akár Csehov 500 vagy 100 év távlatában. Azért vannak alkotók, akik létrehoztak olyan dolgokat, amik örökérvényűek időkortól független, mert valahogy egy olyan társadalmi viszonyrendszert és karakterjellemeket írnak le, amik a mai napig megtalálhatóak a társadalom különböző szegmensében, hiszen hasonló élethelyzeteket tapasztalunk, akár egy három nővérben, akár itt a szerelmes Shakespeare-ben, akár egy Lír királyban. Persze az nagy különbség, hogy manapság, tehát a 21. században olyan, hogy királyság már egyre kevesebb országban fordul elő, ettől függetlenül mégis vannak olyan helyzetek, amik azonosak. Az előadás zenéjét a Kecskeméten jól ismert színművész Szemenyei János szerezte. Jánost azért akartam mindenképpen, mert egyrészt a művel kapcsolatosan jegyzett zeneszerzők között ott volt a neve. Ez volt az egyes számú indíték, a második pedig az, hogy Kecskeméten ő egy alapvető művész, akit jól ismer a város széleskörű közönsége, úgyhogy nekem ez a két ok volt az, ami a János mellett elköteleződést okozott. És nagyon örülök is ennek, hiszen egy olyan fajta színházi zenét gyártotta János, ami kórusművekre épül, a modernség is megvan benne, a korra való utalás is megvan benne bizonyos mértékben, kis mértékben, de ott van. Úgyhogy ez nekem tetszett ez az anyag, és nem a musical világa, amit megidéz, hanem egy autonóm színpadi mű alá, hogy is mondjam, hát megfelelő társművészeti vonatkozásokat hordozó értékes zene. A zenéhez hasonlóan magas színvonalúak a stílzált díszletek, a jelmezek, és remek az előadás koreográfiája is. Ez a díszlet is, ha úgy tetszik, stilizált, hiszen az eredeti glob világát idézi meg. Arra alkalmas, hogy a kétszintű közlekedést, ami a Shakespeare-i színházi látásmód egyik alapvető eleme, azt hordozza, és egy kicsit ez a glob összeér a mi kecskeméti épületünkkel, tehát valahol egyszer csak ugye, amikor a kört megrajzoljuk, akkor a kör másik része az már maga a nézőtér, tehát egy ilyen nagy kört zár be ez a díszlet, úgyhogy ilyen módon ez egy színház zsdi, egy ilyen fajta játéka a díszlettel. Tóth Kázmér csinált a kitűnő díszlet tervez. A jelmezek világában pedig az az izgalmas szerintem, hogy modern anyagokat használ régi stílusban, így egy kicsit hidat képez így az évszázadok fölött, ahogy Shakespeare élete is hidat képez, és Shakespeare művei is. Bár a Shakespeare életéről nem sokat árul el ez a darab, hiszen ez egy fiktív szál, egy elképzelt valóság, de a színház képzelt valóság amúgy, ami ugye azt a fikciót használja fókuszpontban, hogy hát hogy készülhetett el legfőképpen a Rómeó és Júlia című dráma. A Rómeó és Júlia című dráma veretes szövege kapcsán kérdeztem rá a költői szöveg megértésének mai nehézségeire.
Itt a mészői fordítás zenés, ritmusos világa az, ami az előadásban egy kicsit emeltebbé teszi nyelvezetében is a játék a játékban jelenetet. De hogyha Shakespeare-t játszunk, vagy egyáltalán régebbi szerzőket, akkor ez kihívást jelent. Az angolok például ma már a korabeli Shakespeare szövegeket korlátozottan értik, sokkal kevésbé, mint mi a magyar régi szövegeinket. Ahogy múlik az idő, nyilván vannak kifejezések, amelyek elavulnak, nyilván van egyfajta költészeti színvonal, amelyet ma már nem beszél a mai ember, hiszen más logika mentén, más szocializáció mentén nő föl. Nehezen várható el ma is egy középiskolástól, hogy mondjuk egy aranyfordítást, vagy egyáltalán egy jól megírt aranyballadát perhetsz megértsen. De törekednünk kell rá. Tehát nem, én ragaszkodó vagyok a szövegekhez, nem gondolom, hogy mondjuk Arany Jánost egy mai szerzőnek magyarról magyarra kéne fordítani. Én inkább arra gondolok, hogy azt a fajta kihívást, amit ez a fajta feladat tanulmányok szintjén jelent, azt az iskola igyekezzem munícióként a felnövekvő generációk rendelkezésére bocsájtani. Én nagyon-nagyon szeretem a mészői fordítást, a Rómeós Júlia mészői fordítását. Szerintem az egyik legszebb Rómeós Júlia fordításunk, és a darabban ez tök jól tud elsülni, vagy tök jól sülhet el, hogy a Shakespeare ideje alatt hallható szövegek egy picit könnyedebbek talán, és amikor a színházban jelenetek vannak, akkor meg megtartjuk azt a fajta költőiséget, amit egy ilyen színházi millió igényel. És az, hogy a nézőnek egy picit többet kell gondolkodnia azon, hogy ez a költői kép ez most mit is jelent, és mit akar jelenteni, az szerintem építő jellegű is. És nagyon-nagyon hasznos, és érdemesnek tartom azt, hogy mi magunk felnőjünk, és képesek legyünk megérteni ilyen költői képeket, hiszen annál gazdagabbak tudunk lenni. A kecskeméti előadás főbb szerepeit Koltai Nagy Balázs mellett Merz Fruzsina, Orth Péter, Mekle Krisztián, Sára Bernadett, Sipos Imre, Fazakas Géza, Hegedűs Zoltán és Sirkó László alakítják. A zenét Szemenyei János komponálta, a koreográfia Túri Lajos Péter munkája. Az előadás korabeli angol színházakra emlékeztető játékterét Tóth Kázmér, a stilizált jelmezeket Széjes Andrea tervezte. Madárkát lennék, bárcsak az lehetnék, de úgy babuskodnálak, belehalnál. Szerelmem oly mély és beláthatatlan, akár a tenger. Adhatok belőle. Nekem csak annál több lesz. Egyébként.